Visszaszólt Orbán Viktornak a német külügyminiszter. A magyar kormányfő pénteki rádió interjújában azt mondta, a németek küldtek már tankot Magyarországra, most azt kéri, ne tegyék. Goido Westerwelle szerint a sajnálatos kisiklás Orbán Viktortól, amit Németország egyértelműen visszautasít. Korábban az ellenzéki pártok is felháborítónak találták, hogy a miniszterelnök a mai és a náci Németország között párhuzamot von. Angela Merkel egy fórumon hozta szóba Magyarországot, amikor megvédte a Szociáldemokrata Kancellárjelölt kijelentése miatt, aki az uniós kizárás lehetőségét vetette fel. Erről A miniszterelnök pénteki rádió interjújában reagált a német kancellár korábbi szavaira, miszerint nem kell rögtön a lovasságot küldeni Budapestre, erre reagált Orbán Viktor. A németek küldtek már lovasságot Magyarországra, tankok formájában jöttek, ne küldjenek, az a kérdésünk. Nem volt jó ötlet, nem vált be. A német külügyminiszter Belgrádban hozta szóba Orbán Viktor Kossuth rádiós interjúját. Ez sajnálatos kisiklás, amelyet mi egyértelműen visszautasítunk, fogalmazott Guido Wester vele. Több német lab így a Spiegel online is foglalkozott a magyar miniszterelnök kijelentésével. Ők azt emelték ki, hogy több évtizeddel a háború lezárása után Orbán Viktor náci módszerekkel vádolja Angela Merkelt. Németország egyik legolvasottabb portája címoldalán közölte a hírt. A cikket több ezeren meg is osztották a Facebookon.